mi azt gondoljuk, hogy ebben a dologban lesz valami, amit azok, akik szerették a Tapánt, és azok, akik sosem voltak, megérezhetnek. Vagy újra, vagy először. Az, hogy mindenkit tényleg úgy várunk, ahogy itt a talán, hogy elhozták a gyerekeket, ültek a kisgyereket a szülők nyakába, vagy félre voltak tolva a gyerekkocsik a fák alá. És hogy ezt itt mind meg lehet valósítani, és újra lesz egy ilyen dolog. 3 órás koncertet fogunk játszani. Általában soha nem játszottunk az utolsó, nem tudom én, 25 évben vagy 30 évben. Ha egyáltalán játszottunk, akkor 3 óra plusz voltak a koncertek. 3 óra 20, 3 óra 15, 3:30. Nem tudjuk előre, hogy mennyi lesz, az általában a színpadon dől el, de hát hogy 3 óra az biztos lesz, mert tudjuk nagyjából a dalok listáját. Ismerős a fütyme és egymásnak fele. Csomó dal benne lesz, amit kihagytunk az arénában, de hát ott sem tudtunk már többet játszani, mert az is 2-szer annyi volt, mint az átlag koncertek. Úgyhogy lesznek új régi dalok, meg lesznek azok a dalok, amiket mindenképpen el kell játszanunk, mese nincs. És a strandon délelőtt már elkezdődik a műsor, utcazenészek játszanak, gondolom, hogy többnyire LGT-t. Mi nem ragaszkodunk hozzá, de szeretnénk, hogyha ha az LGT mellett inkább saját dalokat játszanának, mert az szerintem érdekelni az embereket. Indul egy zenevonat Pestről, igaziból ezek nagyon-nagyon szép régi szerelvények, nagyon szép régi vagonok, ez a Máv Nosztalgia vonata, amelyikre lehet nagyon jó áron oda-vissza jegyet kapni. A koncert előtt jóval megérkezik a vonat, és a koncert után éjfélkor indul a alsóőrsi vasútállomásról, amit én a sajtóanyagban véletlenül pályaudvarnak írtam, de szerintem ez még nem olyan nagy. Szerintem olyan zavaró, és hát a vonatra is tervezünk némi műsorokat. Thank you.